Ja, sziasztok! Érjünk célba. Először is azt várjuk, felhordásos, sáros, kavicsos, csúszós az erdei szakasz, ez a hatos Trafford puszta. Szerintem rosszabb, mint Granada. Biztos vagyok benne, mert nagyon vastagon áll a sár. Oda kell figyelni, igazániból féktávokat kell jól eltalálni, hogy túl ne csúszunk. Szeretnénk célba érni, az se érdekel, hogyha a legutolsóként csak érjünk célba. A másik szakasz nagyon dobálós, Pécsváralin, nagyon oda kell ott is figyelni, igazándiból. Úgyhogy meglátjuk holnap, ugye korán kezdünk, nagyon korán. Vizes volt a pálya most még, mikor feljártuk egy órával ezelőtt, cirka 6 óra volt, amikor voltunk rajta utoljára. Vizes a pálya, csúszós a pálya, úgyhogy holnapra nem fog ez száradni, reggel hideg aszfalton megyünk, 7:30-kor már a rajtba állunk. Össze kell szedni magunkat. Kezdtünk 7:30-kor, hát ott kicsit azért elvettük a gázt, óvatosan mentünk, aztán átmentünk a Pécsváradi szakaszra, ott meg integettek, árokba estek, ott azért vettük vissza a tempót, aztán a kormányművem is valamiért szórakozik, mert hol jobbra, hol balra megy, valami nem jó benne. Kicsit elmérgesedtem a 6-os Trafford pusztai szakaszra, aztán megnyomtuk. Itt most 30 másodpercet javítottunk ugyanúgy az első időnkhöz képest, úgyhogy most már csak végig kell mennünk, várjuk az